Gyertyák ezreivel emlékeztek a koronavírus áldozataira Prágában hétfő este, de napközben már kezdett visszatérni az élet a Cseh-főváros utcáira, miután számos enyhítésről döntöttek. Kinyithattak a nem létszükségleti cikkeket árusító üzletek is. Magyarország lélegeztetőgépek ajándékozásával és vakcinákkal is segítette Csehország járványkezelését. A cseh külügyminiszter ma Budapesten azt mondta, rövidesen a magyar turisták előtt is megnyílhatnak a cseh határok. Gyakorlatilag semmi akadálya nincs a beoltott cseh és magyar állampolgárok utazásának a két ország között, mondta. Már csak a technikai kérdések vannak hátra, de a hétvégére megszülethet a megállapodás. Eddig Szlovéniával, Horvátországgal, Szerbiával, Montenegróval, Romániával, Törökországgal és Bahreinnel kötött ilyen kétoldalú egyezményt a magyar kormány. Mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. Híradónk szombaton számolt be arról, hogy ez nem ennyire egyszerű, ugyanis a megállapodásokban országonként más és más követelményeket támasztanak a beutazókkal szemben. A legtöbb helyre csak két oltás után lehet szabadon belépni. Szijjártó Péter ma kérdésünkre úgy pontosított, a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján lehet tájékozódni a szabályokról. Ez már Olaszország, a magyarok egyik legkedveltebb európai utazási célpontja. Mário Draghi miniszterelnök egy hete jelentette be, hogy a két oltáson átesettek számára sem tesztelési, sem karantén kötelezettség nem lesz beutazáskor. Ez azonban csak az Európai Gyógyszerügynökség által is engedélyezett vakcinákkal beoltottakra vonatkozik, vagyis azokra, akik orosz vagy kínai oltóanyagot kaptak, egyelőre nem. Az RTL Híradó kérdésére Szijjártó Péter azt mondta, hogy erről már tárgyalnak az olaszokkal. Pont tegnap biztatott az olasz kollégám avval, hogy néhány nap múlva jó hírei lesznek, ezt meglátjuk, hogy majd mit jelent. Szijjártó Péter szerint nem lesz megkülönböztetés a vakcinák között. Akikkel én eddig tárgyaltam, hogy senki nem akar oltóanyagok szerint differenciálni. Tehát mindenki azt mondja, hogy ha egy oltóanyag be van regisztrálva egy adott országban, hát akkor miért ne lehessen vele utazni. Azt is mondta, hogy ha lesz is közös európai vakcina útlevél, az nem fogja felülírni a két oldalú megállapodásokat.